nézzük a második feladatunkat. Itt is ugye számsorban futóindex nélkül, akkor valószínűleg a konvergencia a kérdés. Szokásos, megnézzük, hogy pozitív tanul-e vagy sem. Kettő a harmadikon, kétharmad az n-ediken, az persze pozitív, de itt van az, hogy koszinusz 9 az n-ediken. Hát remélem, hogy ez még nem is nagyon gondolkozunk, hogy most pozitív vagy negatív értékeket vesz fel. Hát ki tudja, hogy 9 a harmadikon mennyi, az is ilyen nagy szám. Jó? Tehát nem tudom, de hát ne is problémázunk ezen, hogy teljesül-e, mert nem teljesül ez a feltétel. Na hát akkor ebben az esetben ugye csak ezen a rendelkezésünkre még ez a tétel. Tehát reménykedjünk abban, hogy abszolút konvergens lesz, és akkor abból persze ki fog jönni, hogy ő konvergens. Tehát tegyük abszolút értékben. Azaz kétharmad az n-ediken, és koszinuszom 9 n-ediken. Bocsánat, koszinusz 9 az n-ediken. Jó, és ha nézzük ezt, ez már pozitív nyilván, hogy ez egy pozitív tagú számson lesz. Úgyhogy erre vonatkozóan kell alkalmazni a tanult tesztek közül, amiből persze itt megint csak az összehasonlítót fogjuk alkalmazni. Ugye a koszinusz függvényünk szokásos mínusz 1 és 1 között van, a kétharmad az n-ediken, de természetesen nincsen probléma, és akkor abszolút érték koszinusz 9 az n-ediken, ugye nyilván a abszolút értékben 0 és 1 közé esik ez a koszinusz, tehát akkor biztos, hogy pozitív lesz, illetve maximális érték 1, tehát akkor kétharmad az n-ediken. Ugye, és akkor az összehasonlító kritériumot már is használhatjuk, hiszen ugye itt ez a HN sorozat, ez itt a BN, jól látható, most kisebb vagy egyenlő, és hát természetesen tudjuk azt, hogy a szumma kétharmad az n-ediken, az konvergens, hiszen Q ugye az kétharmad, és a geometriai sorról van szó, amely konvergens, ők meg az összegét is tudnánk, hogy honnan. Konvergens pontosan akkor, hogyha a Q abszolút értékben kisebb, mint 1, hát a kétharmad az persze, hogy abszolút értékben kisebb, mint 1, tehát teljesül, ebből következik, hogy ugye ez a szumma BN számsor ez konvergens lesz, és akkor mivel az szumma AN, tehát ez a számsor, tehát mivel AN az kisebb, mint a BN, akkor ebből következik, hogy ez a szumma AN is konvergens, tehát akkor ebből következik, ugye itt ebből ez is konvergens, tehát a számsorunk abszolút konvergens, úgyhogy ide azt fogjuk írni, ez abszolút konvergens.